A harmadik korcsoportban a Móricz nyerte a megyei döntőt a nyíregyházi BEM csapata előtt, így ők lettek a házigazdái az országos elődöntő egyik tornájának, míg a BEM-esek Dunakeszin léptek pályára. Utóbbiak nem jutottak tovább, Moravszky Gyuláni együttese viszont az élen végzett a négy csapatot felvonultató csoportban. A móriczosok az elődöntőben 3-0-ra verték a hajdúszoboszlói Bárdos Lajos általános iskola csapatát. A döntőben a gödöllőiek már nagyobb erőkifejtésre késztették a hazaiakat, akik végül döntőszedben szerezték meg a győzelmet. Nagyon nehezen jött össze, hiszen a gödöllő Elke Ferenc általános iskolával küzdöttünk meg az elsőbségért. Azért azt tudni kell, hogy a gödöllő csapatában játszik egy korosztályos válogatott gyerek, aki meghatározta ezt a csapatot. 2-1 arányban tudtunk győzni, és nagyon színvonalas, küzdelmes mérkőzést tudunk magunk mögött. A röplabda mellett május végén, június elején más sportágok elődöntőinek is otthont ad a megyeszékhely. Olyan sportélet van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve Nyíregyházán, amely feljogosít bennünket arra, hogy ilyen színvonalú, illetve ilyen rendezvényeket szervezzünk. Ennek köszönhető a valóban nagyon nagy számú országos elődöntő. Legutóbb ugye kézilabda elődöntőt láthattunk a BEM csarnokban, most éppen itt vagyunk a röplabda elődöntő helyszínén. Hát bízunk benne, hogy a megyei csapataink eredményesen szerepelnek, és meg tudják mutatni majd magukat az országos döntőkben is. Mi pedig szeretnénk azt, hogyha idén nem is, de a jövőre mindenképpen egy országos döntőt meg tudjunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében valósítani. Ezen dolgozunk, és reméljük, hogy ehhez megkapunk minden szakma is, illetve egyéb támogatást. A Móricz röplabdás lányai június 17-e és 19-e között lépnek majd pályára a debreceni országos döntőben. Egy héttel korábban az iskola negyedik korcsoportos csapata szerepel majd a miskolci fináléban.